kedves, megértő, szorgalmas és segítő. Mi a legjobb tulajdonsága? Mindig megnevezte. Tamás, mi anyukád legjobb tulajdonsága? Nagyon jó idegei vannak. Hozzád kell is, ugye? A legjobb tulajdonsága az önzetlensége. Mindent megkaptál beszélni. Az, hogy sose kiabál. Szeretete, jó lelkősége és az önbizalom. Mi a legjobb tulajdonsága? Mindig, amikor kérek, nem sajnálatom. Palacsinta. Spagetti. A palacsinta. Pizza. A tarhonya a kedvencem. Burek. Palacsinta. Minden szeretek, amit fél. Spenót. Mi a kedvenc ételet kedvenc, amit a hozzád készítettem? Palacsinta. Mikor régen kiálltunk, régen fogunk. Örölás 2010. Közös beszélgetéseink ott van. A legszebb emlékem. Karácsony esti sétálás. Anyukám. Azt szeretném legjobban, ha száz keze volna. Happy na Bentley. Mit csináltál, Fábi, amikor nagyon-nagyon leszidott anyukám? Ágyadtuk a szobába petárdát. A szobába petárdát? Kirúgtam az ablakot pocilabdával. Azért, mert egyes kaptam. Betörtem az iskolában a zablót. Akkor szedett le anyukám, amikor elszöktem a falról. Azért bánt le anyukám, mert régebben véletlenül kiadtam a kutyának a darát. Mikor szidott le nagyon? Amikor megkaptam a darás mintőmet. Van olyan tulajdonság, amivel néha egy kicsit az őrületbe kerget. Túl sok. Sokat akar tudni. Néha szeldobozni. Néha sok a szöveg. Van-e olyan tulajdonsága, amivel néha egy kicsit az őrületbe kell? Van, de inkább nem volt. Az, hogy mindig azt mondja, hogy tanuljam jobban. Szia! Báncus. Nyuszko. Ruka moly! Hogy szokott Mariella anyukát szólítani téged? Sem kislányom. Meluska. Kisfiam. Kisfiam.